Kaszkadőrsó, hintó és tűzi játék, így ünnepelte 70. születésnapját Andy Vajna filmügyi kormánybiztos. A Blick úgy tudja, 2 millió forintért bérelték ki erre a napra a Budai Vár oroszlános udvarát, és a buli költségei összesen elérhették a 10 millió forintot is. A 100 fős vendégseregben ott volt többek között Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője is. Hintó, szambatáncosok, kaszkadőrsó és tűzijáték. Így ünnepelte tegnap este 70. születésnapját Andy Vajna. A hollywoodi producer évek óta Magyarországon él, kormánybiztosként ő felel a magyar filmgyártásért, és övé a Las Vegas kaszinó, ami mellé a Nemzetgazdasági Minisztériumtól nemrég elnyerte 4 másik kaszinó üzemeltetési jogát is. Különleges születésnapjáról a Blick TV készítette ezeket a felvételeket. Az ünnepség kedvéért már délután teljesen lezárták a Budai Vár oroszlános udvarát. A biztonsági emberek kizárólag a listán szereplő vendégeket engedték be, akik este 7 óra körül kezdtek érkezni. Eljött Andy Vajna egykori kedvese, Dobó Kata is. Nem sokkal később megérkezett Demján Sándor, Tóth Enikő színésznő, Dajcs Anita és Sütő Enikő. Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője, ajándékával a kezében szállt ki kocsiából, a dresszkódot megszegve szürke zakót vett fel. A meghívóban ugyanis az állt, hogy fekete-fehér ruhát viseljenek a vendégek piros kiegészítővel. Mit szeret bennem? Szerintem az egész personáját, tehát az, hogy Timinek állandóan jó kedve van, mindenre pozitívan reagál. Én is szeretem abszolút a humorát, mert nagyon jó humora van Andynek. Az, hogy nagyon gondoskodó. Tavaly októberben beszélt kapcsolatáról a Vajna házaspár a Fókusznak. A meglepetés születésnapot most Timea szervezte. Annyira titokban, hogy a meghívott vendégek azt sem mondhatták el senkinek, hová mennek aznap este. A filmügyi kormánybiztos hintón érkezett, oldalán Timeával. Mintha egy James Bond film jelenete lenne, kaszkadőr szágoldott végig motorral a palota udvarán, és egy hatalmas kamion is részese volt az élő akciófilmes jelenetnek. Lövöldözés közepette szágoldott be a vár udvarára. Van egy ilyen fiatalos, éles stílusú, meg felfogású ember, aki éli és boldog is jön, megy. Tehát nem érzem magam úgy, hogy egy idős. Úgy tudjuk, Andy Vajna nagyon örült a meglepetés bulinak, ahová több mint 100 vendéget hívtak meg. Információink szerint a producer filmszalag alakú emeletes tortát kapott, a menüt pedig saját exkluzív étterméből hozták. Az este egyik fénypontja az volt, amikor Antonio Banderas és Arnold Schwarzenegger videó üzenetben köszöntötték barátjukat. A Blick szerint az oroszlános udvart erre a napra 2 millió forintért bérelték ki. A buli teljes költségét a lap 10 millió forintra becsüli.